Itt a nyár, nem csak a strandon, de a dolgos hétköznapokon is kevesebb ruhát viselünk. Emiatt pedig bőrünk kiszolgáltatottá válik a nap káros ultraibolya sugárzásával szemben. Vannak, akik néhány perc leforgása alatt leégnek, míg mások később szembesülnek a kellemetlen tünetekkel. Szakemberek szerint azonban minden bőrtípus számára fontos a fényvédelem. Minél nagyobb az a faktorszám, a fényvédő faktorszám, annál biztonságosabb lesz a napozás. Az SPF jelzés, ami manapság már inkább 30-as, 50-es, az azt jelenti, hogy mennyivel nyújtja meg az adott bőrtípus esetén a megégésig biztonsággal a napon tölthető időt. Tehát ha van egy viszonylag világos bőrtípusú ember, aki néhány perc alatt megég, nála egy 50 faktoros fényvédő megfelelően használva 50-szeresére megnöveli a biztonságos időszakot, de ez is maximum mondjuk 2 óra, mert egyébként ő néhány perc alatt megégne. Nem csak a faktorok számáról kell döntenünk, vannak úgynevezett fizikai és kémiai fényvédők, amelyek eltérő módon óvják a bőrt. A fizikai fényvédőt gyakorlatilag úgy kell felfogni, minthogyha egy védőpajzsot kennénk a bőr felszínére, ez vissza fogja verni a sugarakat. Elsősorban kisbabák bőrén javasolt használni, mert hogy nem szívódik be hatóanyag a bőrbe, másrészt nagyon beteg vagy kezelt, például lézerkezelt bőrön biztonságosabb. Nyilván ennek ára is van, ennek a nagy biztonságnak, kicsit kényelmetlenebb a használatuk, jellemzően azt vehetjük észre, főleg a gyereket bekenve, hogy fehéres réteg marad a bekent területen, ez mondjuk egy nőt zavarhat a sminkelésben. Többek között emiatt is fejlesztettek ki nagyon sokféle kémiai úton védőfényvédőt. Itt a hatóanyag bejut a bőrbe, beszívódik, és ott fogja eliminálni gyakorlatilag a bőrt ért sugarakat. Biztonságosak ezek a fényvédők is, de egy picit más módon hatnak, és ebből a más módon hatásból adódik az is, hogy ezeket a típusú fényvédőket célszerű napozás előtt 20-30 perccel felkelni, mert a beszívódáshoz, a hatóanyagok aktivizálódásához szükséges ennyi idő. A szakemberek a teljes testes napozást már a dohányzás okozta egészségkárosításhoz hasonlítják, a legnagyobb veszélyben pedig a gyerekek vannak. Pici babákat 6 hónapos korig nem célszerű tűző napra vinni. Nyilván levegőzhetnek a teraszon, vagy bárhova elvihetjük őket, de fokozottabban óvni kell a tűző naptól. Mindenkire igaz, kisgyermekre is, de akár felnőttre is, hogy 11 és 3 között égető tűző napon, ha lehet, ne tartózkodjon. Kisgyermeknek inkább fizikai fényvédő célszerű használni, felnőtt ember gyakorlatilag bármit, ha használ, az nagyszerű, és amellett, hogy bekenjük magunkat, nyilván a ruházattal, sapkával, kalappal, napszemüveggel is sokat tehetünk a védekezés érdekében. A tartós napfénykárosodás a szakemberek szerint nagy szerepet játszik a bőrrák kialakulásában. Magyarországon évente több mint 21 ezer hámsejt eredetű bőrrákot és 2500 melanómát diagnosztizálnak, ez utóbbi pedig a legagresszívabb típus, gyorsan és könnyen képez áttétet más szervekben is. A megelőzés része a rendszeres önvizsgálat is, a korai stádiumban felismert bőrrák ugyanis általában hatékonyan kezelhető.